Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit, itt vagyok egy következő résszel, úgymond. És akkor nézzük, ugye az előző részben volt egy motor blokkcsere, amiből elég sok pénzt kivettem, vagyis hát beletettem igazából, nem is tudom, tehát a mindegy, elég durva volt az a kis jelenet. Na, mindegy, srácok, nézzük, hogy mi a mai napra a felhozatal. Ugye még XP-t nem, tehát XP-n van, de azt még nem növeltünk. Van egy Bianco, meg egy Piccolo, hát 1500, ugye még kis poszkit nem tudunk csinálni, hát akkor... Nézzük egy Biancót. Aztán hát, ha mind a kettőt meg tudjuk csinálni egy live alatt, aztán majd kiderül, hogy mit, hogy és hogyan, mik lesznek a problémák. Oj, de szép, milyen kékes lila színe van ennek. Nézzük, mit ír róla. Informáljuk. Folytószelep, légszűrőházdoboz, üzemanyagszűrő. Légszűrő, olajszűrő, üzemanyagszűrő. Hát akkor ezt mindenféleképpen fő kell dobnunk egy állványra. Egyúttal akkor be is, közben be is futott még egy jármű. Nézzük. Hoppá! Kormányzás közben. Akkor még ezt bevállaljuk, ezt a korodás autót. És akkor lehet, hogy ezzel gyorsan elmegyük egy tesztkörre, hogy megnézzük, hogy azt a milyen színe van, gyerekek, igazi punci. Punci autó. Turbós a kicsike. Na, ezt megpróbáljuk elvinni, és akkor... stabilizátor összekötő út. Nem, hát akkor ezt nem visszük el. Igazából nagyon sok hibája nincs, akkor ezt gyorsan feltesszük oda. És akkor kezdjük ezzel. Nézzük meg, ugye első... Közben jött még egy, ugye ilyenkor gyorsan ránézzük, megnézzük, hogy mik is a rozsdás felületek. Üzemanyagszűrő, akkor ugye itt lesz egy folytószelep, nem tudom, mi van még. Légszűrő doboz, oké, üzemanyagszűrő meg volt, folytószelep, oké, ezek rendítsek. Légszűrő, olajszűrő, üzemanyagszűrő. Jó, hát akkor föl is emeljük. Közben itt lesz egy olajcsere. Ugye ezt valahol úgy kéne alá tenni, hogy jó legyen, mert amikor hiába teszed alá, akkor is mellé folyik. Szuper. Rendicsek. Oké, olaj leengedve. Közben rákukkantunk, hogy milyen jármű jött. Jött egy Kashumoto. Egy Kashumoto. Na, ugye akkor nézzük. Olajszűrő, rendicsek. Alulról még kell valami? Jó, hát azok meg mind föntről, tehát akkor... Úgy át azt akkor már rögtön... Legalább a légszűrő az itt van, nem tudom, hogy most a haja a rossz, vagy pedig a... teteje. Ugye kell cserélni légszűrőt is. Húha, azt akkor ez nagyon beteg. Doboz, azt leveszik, mert nem tudtam, hogy rendítsek. Okés. Na akkor nézzük, hogy is állunk. Igen. Jó. Akkor ezeket meg fogjuk venni. Folytószelep megvan, légszűrőhez az megvan, üzemanyagszűrő megvan.
Légszűrő, olajszűrő, üzemanyagszűrő. Oké, srácok, akkor mindent levettük, ami kell. Irány a bolt. Motor, futómű, hát szerintem itt fogunk keresgélni. Kellene egy folytó szelep, de várjatok, mert nekünk nem akármilyen kell. Na, ugye aztán én rosszat vegyek. Á, ez kell, ez a R4-es. Oké. Akkor, ami még kellhet nekünk, ugye, vagy kell egy légszűrő, olajszűrő, sima légszűrő kell, azt hiszem. A sima légszűrő, légszűrő doboz üres, meg R4-es. Ja, és üzemanyagszűrő. Jó. Akkor kell ez. Egy légszűrő doboz kell. Kell egy ilyen. Még kell egy üzemanyagszűrő. Az, hogy az melyik részen lesz. Itt van. Nyomunk egyet, és akkor tegyük ugye név szerint. Jó. Elvileg minden megvan, ez 7 dollár. 1 dollár. Nem kaptunk semmit. 1 dollár. 2 dollár. Na, elvileg azt gyorsan össze is tudjuk rakni, olaj utána, stb. És akkor mehet a buli. Na nézzük. És alulra egy üzemanyagszűrő, jó, megvan, és egy olajcsere volt. Szuper. Kész. Úgy látom most, hogy de azért nem kiabálom el itt a dolgokat, de ellenőrizzük, hogy kapott. Ah, perfect. Oké, kész is. Mindenhol pipa, pipa, kész. Mennyit kapunk érte? Jó. Kész. Belső kormányos, többet összekötő rúd. A, na, alapból felemeljük. Nagyon kis pöpec színe van, de ugye itt van egy, meg itt van egy. Ugye azt tartok, hogy ugye ehhez hozzáférjük, le kell venni a kereket. Csak simán kihúzzuk belőle ennyi. Rendítsek, és akkor evez oldalt meg. Nem tudom, hogy ahhoz hogy fogunk hozzáférni. Ahhoz is le kell vennünk a kereket. De remélem csak a kereket kell. Ja, szuper. Kimondom, konyhában vendégünk volt.
Oké, semmi gond, csinálok egy videót, aztán megyek kárkozni. Te frissítsd a szervert, mert reggel megint frissült az alkom. Azért nem is mentem föl. Most volt sima frissítés, vagy restart, szerintem megcsinálta most. Nem tudom, de hát mondom, föl sem megyek, mert fölösleges, úgyis kidobna. Na, akkor nézzük a... Reggel bekapcsoltam a hűzőt, a Steam-et, aztán 5 játék frissít. Köztük az árkát, az már ugye nem újdonság, a minden nap frissít. Belső kormány, oké. Akkor a Bobit halljátok a háttérben, futómű. Kell Na egy... jó, eltaláltad a kártát. Nem kerestem az éjszaka. Mondom majd ma. Meg egy... kell még nekünk, kell egy ilyen, de melyik kell, A vagy B? Ez jó, ezt el is adjuk. Egy as. Na, akkor úgy néz ki, hogy ez elég. Most szerintem elég jó haladók. Mondjuk, hát... Ki az egyik kész, jöhet a következő. Kés, és akkor elvileg kész is vagyok. Addig a bőrn azt eladjuk. Pontosan. Most ezt, hogy mi nyitottam ki, azt ne kérdezzétek. Kész, minden kész. Na, de srácok, eljutottuk oda, hogy szerintem elértük a 1500-at, túléptük, és a kis polszkit be tudjuk vállalni. Na nézzük, mi van itt, fékrendszer javításra szorul. Elsőbb egy kis polszkit bevállalunk. Megnézzük a kis szutykot. Hú, gyerek, oj, de szép színe van. Ugye sokan ide jönnek, de ugye itt nincsen semmi, maximum az akkumulátor elől. Gyerekek, én igaziból is vezettem ilyet. Ajjaj, gyerekek, csupa rozsda. Jobbjuk már egy ilyet. És csak annyi baja van. Elvileg, hát nagyon kevés baja lesz. Nézzük, mit ír. Légszűrő, üzemanyagszűrő, ennyi. Gyerekek, főtesszük légszűrő. Megpróbáljuk itt. A légszűrő az jó kérdés, hogy hol lesz. Mert azt nem tudom, ez lenne az? Lehet, hogy az lesz a légszűrő. Remélem, főt tudjuk úgy bakolni, hogy... Na mindegy, az biztos, hogy ez a üzemanyagszűrő. Basszus, hát a légszűrő az... Szerintem itt lesz valahol-e. Aha. Elég kis... szutyok a autók. Aha, légszűrő. Szuper. Na, azt a minden gyerek, ezzel megyünk egy kört, azért ezt bevállaljuk, közben nézzük mi jött. Hoppá, hoppá, jött egy Megane M8-as. Futóműhiba, fék problémák, hangos az autó, oké. Na, nem is ott, ne kövessük el azt a hibát, hogy itt keressük a dolgokat, mert itt kell a kis polszki shopba keresni, és akkor volt nekünk egy... Erre milyen motor? Hát ja, lehet, hogy a motoroknál fogjuk megtalálni. Egy légszűrő. És egy üzemanyag szűrő. Itt van. Na nézzük a kicsikét. Hát srácok, ez nagyon, nagyon ott van a szered.
tudom, hogy hol fogom de letesztelni. Ugye még itt hátul van egy kis rögzítőfül, és még oldalt valahol, igen, itt egy, az a furcsa, hogy ahhoz micsoda, hogy a motor felől lehet hozzáérni, vagy elérni. Na, így jó. Na, elvileg kész is a kis töftöröf. Küljük csak be. Húhú, gyerekek, igazi, igazi kis vadóc járgány. Na, akkor nézzük meg, hogy minden kész van-e. Nem, igen, kész van minden, akkor elvisszük, elvisszük egy körre, mit szóltok hozzá. Kivisszük a tesztpályára. Kivisszük a tesztpályára, és megnézzük, hogy mit tud a kicsike. Majd meglátjuk. Tü-tü-tü-tü. Na, itt vagyunk, gyerekek, hát gyorsulás meg ilyesmi, nem tudom, az hogy fog majd lenni. Rendszám nincs rajta. Gyerekek, ez nem semmi, ez egy gyorsulási pályára kise merem vinni. Szétkaparná az aszfaltot. Aszfaltot. Az aszfaltot. Szétkaparná. Látjátok, itt erősen, erősen bele vagyok bújva a motorba. Motorszerelésbe, szóval töltsed, töltsed. Na, akkor kész van. Ho-ho-ho, gyerek, és nincs semmi 100%-on, tehát jó van. Adjuk vissza a gazdájának. 106 dolcsi. Ez az. Na, nézzük még a mai napra egy autót be tudunk vállalni. Mi legyen az, ez a melyen M8. Ja, ezt nem tudjuk, basszus, ez nagyon sok pont kell. Akkor itt egy fék cserje. Nézzük meg egy fék cserét aztán. Kacsumoto. Nézzük a jószágot-e. Gyerekek, némelyik autónak itt le van elvizébe fixálva a kijelzője. Ezt nem értem, hogy miért, gondolom van olyan adata az autóról, amit nem látható. Na, nézzük. Fékbetét, fékgyerek, féktárcsa, hűtőborda és féktárcsa. Oké, akkor gyerünk az egyes padra. Bár az utolsó rész ez a fékcsere lesz, de viszont ugye most azt nem írja, hogy
hogy melyik. Melyiknek mi a baj, tehát hogy hol vannak, melyik részen, ugye hát ezt talált ki. Jó, hát itt volt egy fékbetét, erről az oldalról. Aha, erről is valami rozsdás. Aha, itt meg lesz akkor a... Megnézzük majd a fékbetéteket, mert hogyha ugye nekünk ez volt a rossz, nézzük, hogy állunk. Várjál, ezt el is kell adni. Ez még az előzőből maradt. Ugye itt van egy hűtőbordás féktárcsa, oké, és fékbetét. Nézzük. Aha, valami itt is kicse smakkol. Itt a hátsó keréknél, még jó, hogy aha, féknyereg, elég gérdvásnak tűnik. Lehet, hogy fékbetétnél, mert megnézem, milyen állapotban vannak. Ezt a fékbetétnél cserélek. Szerintem itt is lesz valami, majd mindjárt rákacsintok, de lehet, hogy itt nem. Mindegy, azért megnézzük, mert ha olyan, akkor összes fékbetétet kicserélem. Mert én nem szeretem azt, hogyha... A fék az legyen rendben. Na, többi az nem látszik olyan... Ja, rossztak. Na nézzük. Ugye van két fékbetétünk, 69%-os. Tudom, 7. Hát srácok, minden esetre akkor lesz fékbetét. Fékgyerek, meg féktárcsa. Sorrendbe. Úgy. Akkor a fékbetétek jók, akkor elég lesz egy fékbetét. Futómű, nézzük. Kell egy fékbetét, az tuti. Ez nem a futóműben van. Ja, fékeknél, bocsánat. Fékbetét egy darab. Féknyereg, az is kell egy darab. Csak egy darab, féktárcsa egy darab. Elvileg megvan mindenünk. Ezt eladjuk. Négy fék. Féknyereg, jó. Féktárcsa, jó. Jó. Na, elvileg jó. Hát 6869, da, mindegy. Akkor ez volt a kérés, ezt fogjuk teljesíteni. Ugye akkor ne, basszus, most összefele rakjuk. Tegyük a 68-asat. Szuper, nézzük a következőt, hogy itt mi történik. Kettessel rávegyük. Féktárcsa. Nézzük csak,
Jó. Szuperek vagyunk. Okés. Na. Így mixelve teszem, nem tudom, hogy úgy jó-e, vagy pedig úgy jó, hogy egyik oldalra csupa új, és akkor másik oldalban meg nem. De lehet, hogy így jobb, hogy egyik új, másik régebbi, és akkor így összekopnak. Ezt pontosan nem tudom, hogy célszerű. Ugye hát... Aztán meglátjuk. Elvileg kész a kicsike, ez olyan Volkswagen volna, nézd, itt vannak minden. Hogyha a javított alkatrészt teszel be, ugye akkor azt itt kell... Hogy várjál, melyiket? De nem. Ez a csillag, ez nem tudom mit jelent. Javítva, hogyha használtat, vagy nem tudom, akkor kell ez be x-elni, hogyha használtat teszel. Srácok, majdnem elértük a 2000 pontot, de viszont ennek a videónak már lassan vége. Szóval a következő nagyobb járművük az a 3000-nél lesz, de most már jönnek azért. Itt lesz majd a következő részben egy-két vezérlés csere, olajszűrő és olajcsere. Na, lesznek itt majd munkák a következő részben. És nem tudom, tehát itt majd reméljük, hogy hamarosan adjátok az infót, hogy mit kellene ebből kitanulni, betanulni. Gyors manuális vizsgálat, nem tudom, srácok, majd szépen megmondjátok. Ugye ide nem tudok bemenni, mert most nincs autó a mérőpadon. Mennek ám. Na, köszönöm srácok, hogy itt voltatok, és akkor a következő részbe fogjuk folytatni, és nem csináltam képeket az autókról. Na jó, van mindegy, majd az elmaradt képeket majd valahogy pótoljuk. Na, köszönöm szépen srácok, hogy itt voltatok, mindenkinek további szép napot, és ne felejtsetek el lájkolni, ingyen van. Sziasztok!